Sziasztok! Elérkezett a tavasz, hamarosan jön a nyár is, és ez nem jelenthet más, mint hogy megérkeznek a gyümölcsök is, és a gyümölcsszezon. Nagyon sok ilyen ételt eszünk, és nem csak a szuper szénhidrátus dolgokra koncentrálunk, és ilyenkor az egészséges életmód is egy kicsit előtérbe kerül. Aki ismer engem, az tudja, hogy én nagyon nagy turmix őrült vagyok, és minden reggelemet az banán turmixsal szoktam kezdeni, és arra gondoltam, hogy a mai napon megmutatok nektek 4 különféle turmixot, amit ti is el tudtok otthon készíteni. Rengeteg összetevőt hoztam, és ez szerintem már túl sok, úgyhogy ennyi nem kell egy átlagos turmixhoz, de azért most minél extrémebbeket és extrábbakat próbálunk ki. De hogy ne legyen ilyen egyszerű, a kedvenc háztartási és beauty termékeim inspirálják ezeket a turmixokat. Van itt mindenféle extrémség, ajakápoló, öblítő, gyertya, illetve szempillaspirális, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok arra, hogy ezek az italok hogyan készülnek, akkor tartsatok velem. Az első turmix az a Nivea-nek az egyik kis labellino ajakbalzsama nyújt nekem a segítséget és az inspirációt. Ez egy teljesen új illat és íz variáns, áfonyát, illetve cseresznyevirágot tartalmaz illat és íz jegyeiben. Ugyebár ez nem egy új termék, találkozhatatok már vele régebbről is, akár a mentás, akár a málnás verzióval. Nagyon szuperül hidratál és egy ilyen kis diszkrét fényt ad. Látjátok, hogy itt pasztellila színe van, de az alkakon egyáltalán nincsen színe, nagyon-nagyon szolid és nagyon szeretem. Ugye most az áfonyás verzió került nálam itt előtérbe, ez inspirálja a turmixomat, és akkor kezdjük is el. Jöhet is az áfonyás turmix, ehhez szükség lesz narancsra, banára, chiamagra, áfonyára, és egy kis mandulatejre. Elsősorban a narancsnak sem szeretném, hogy ezek a rostjai benne maradjanak, úgyhogy narancslevet fogunk készíteni. Ezt lehet sima kézű facsaróval is, de most, mivel itt ez a gép, azért ezzel fogom megcsinálni. Ezt gyorsan kifacsarjuk, és az összes többi cucc az mehet bele a turmixgépbe. Milyen teljes az állaga. Nem átlátszó, mint amikor így kicsavarod kézzel, hanem úgy felhabosította kicsit, és ilyen kis teljes állaga lett. És ehhez szerintem nem érdemes igazi tejet használni, max vizet vagy növényi tejet, mert csúnya vége lehet. Szerintem, de hogyha bírja a hasatok, akkor csak nyugodtan. Mehet bele a banán is. Nekem nincs turmixom banán nélkül, és ez még nem olyan nagyon érett, akkor szeretem, amikor ilyen kis pöttyös kívülről, akkor nagyon jó puha, és érett is, és csak simán így beletörtelem. Szoknak az áfonyák. Kiegészítettem, ezt áfonyával is megtehetitek, ugyanis az alapja áfonyás. Én málnát tettem az oldalára, és akkor egy gyors kóstolás. Na, ez a nekem való turmix. Nagyon édes, nagyon gyümölcsös, és nagyon finom. Úgyhogy aki gyümölcsimádó és szereti az éteset, az mindenképpen kóstolja meg szerintem, és próbáljátok ki. Nagyon finom, egy vitaminbomba, és szerintem partikra is el lehet készíteni, mert tök jól mutat. Tök csak hallja. A trópusi hangulat és ízvilág kedvelőinek is készültem egy kicsit. Hogyha ismeritek a piña colada koktélt, akkor ebből van ugye egy turmix változat is, és ehhez hasonlót fogunk készíteni, de ugye egy másik turmixban már felhasználtuk az ananászt, úgyhogy ez egy kicsit más verzió lesz benne mangó, passió, gyümölcs, meg ilyesmi. Ehhez pedig egy öblítő adta az inspirációt, ez egy kókuszos szilán öblítő, nagyon-nagyon jó illata van, és nagyon szeretek vele mosni. Egy öblítő. Túl sok részletet nem tudok róla elmondani, nem tudok róla túl sok részletet. Én szeretem, ha gondoljátok, próbáljátok ki. Jó illata van, úgyhogy kezdjük a kókuszos turmixot. A trópusi turmixunkhoz elég sok gyümölcse lesz szükség, az egyik a banán, a másik a mangó, illetve a passió gyümölcs, joghurt és kókusztej.
Fun fact, tudtátok, hogy a kepiből, vagyis a kepibe, ebből a gyümölcsből nyerik ki az aromát, és azért van olyan íze. Ha nem, most már tudjátok. És nagyon-nagyon viccesen néz ki, papajával szokták a legtöbben enni, mert ennek egy nagyon édes, viszont semleges ízvilága van, ez pedig iszonyatosan intenzív, és ez magában szerintem a legtöbb embernek egy kicsit sok, úgyhogy papajával keverve nagyon-nagyon finom. És hát gondolom mangóval, meg banánnal is az lesz, mert most kiderül. Nagyon jól néz ki, és akár ez is bulikra szerintem tök király lehet, főleg ilyen poharakban. Azért gondoltam, hogy többféle fajta poharat hozok nektek, mert egyrészt nem volt négy ugyanolyan, másrészt pedig másféle fajta hangulatot árasztanak, azt hiszem. Tényleg ez életem kedvenc videója. Úristen, de finom. Nagyon jó. Annyira szeretem, hogy a pasió gyümölcsnek egy nagyon intenzív íze van, viszont itt egészen lágyan érződik, viszont kijön a kókusz is, a mangó is, és a banán édességet ad neki, mondjuk a mangó is édes volt, ez nagyon-nagyon jó. Azt hiszem, nem kell rangsorolni, ezeket mentem. Ha viszonylag sűrűn fogyasztotok turmixokat, vagy szemezgettek a dologgal, akkor tuti, hogy belefutottatok már a bizonyos zöld turmixokba. Na én ezt egyszer próbáltam ki, és valami borzasztó. Úgyhogy egyáltalán nem volt édes, nem volt semmi íze, és nem éreztem úgy, hogy én ezt most mindenféleképpen meg akarom inni. Inkább egy ilyen tipikus szenvedés volt tulajdonképpen, mire elfogyott. És ebből gondoltam, hogy most egy finom verziót próbáljunk megkészíteni, és ez egy tipikus zöld turmix lesz, amihez az inspirációt a Rimmel Londonnak a Wake Me Up szempillaspirálja adta, ugyanis ez uborka illatosítású. Tehát az én turmixom is fog tartalmazni uborkát, és most egy kicsit lesnem kell. Mandulatejet, uborkát, répát, zellert, spenótot, citromot, kelt, avokádót és mánát. Úgyhogy ez valószínűleg, remélem, egy finom verzió lesz. Majd meglátjuk. A zöld turmixhoz elkezdem összeaprítani a dolgokat. Igazság szerint a zöldeket, ezeket majd a gyümölcsprésben nem tudom belerakni, viszont a zellert, illetve az uborkát és a répát, meg akár a citrom és a mána is mehet bele, és akkor ezeknek megkapjuk a levét, és a turmixba át fogom dobni ezeket az avokádóval és a zöldekkel, illetve a tejjel együtt. Zeller. Azt szokták mondani, hogy ez mogyoróvajjal elvileg tök jó, meg úgy így. Hát így... Így egy kicsit erős. És egy kicsit intenzív. De se baj. Jó lesz ez így. Elméletileg, ha csak ilyen kis darabokba elvágod, már mehet is bele a gépbe. Én mondjuk azt mondom, hogy legyen benne kettő. Egyébként finom. Tehát, hogy alapvetően finom. Most már a magyaróvajjal ki kell próbálnom, ne haragudjatok, bocsánat. Muszáj! Ezt mindig filmekben látom. Tényleg jó. Jó, de most úgy még sajnálom. Ha megállnátok a turmix készítésbe, akkor magyaróval is meg lehet tenni, mert finom. És a répa. Azt hiszem, ezek mennek most bele a gyümölcsprésbe, hogy ezeknek csak a levét kapjuk meg. Apuszokat egy ilyen céklás zöldségturmixot csinálni, amiben van répa is, és annyira nem szeretem, amikor ezek a répa rostok benne vannak, nekem az nagyon nem jön be, úgyhogy ezzel fréseljük le a cuccot, meg hogy kipróbáljam ezt az új gépet, mert imádom az ilyen háztartási marhaságokat, nem tudom, hogy ezzel én vagyok így egyedül, vagy ti is, ezt írjátok meg. Na akkor kezdjük. Ezt bekapcsolom, és közben nem beszélek, mert iszonyú hangos lesz. Hát ez nagyon néz ki. Így néz ki, folyékony állapotában egy kis uborka és répa.
ezt most a turmixképe átöntöm, és ez így elég macerásnak tűnik, úgyhogy ezt én minden reggel biztosan nem csinálnám meg, de a kipróbálás érdekében elég jó. Úgy, már nincs olyan szép színe, de biztosan finom lesz, és egyébként tök jó friss illatot is csinált ide a konyhába. Na akkor ezt most visszateszem, a maradék zellert, illetve uborkát is így leturmixolom, meg lehet a mánával is bepróbálkozok, de azt inkább a turmixképe. Ja, úgyhogy még az zeller, meg az uborka jön. Ez a barna löttyünk megvan, és általában így szoktak kinézni azok a turmixok, amik nem túl finomak. Valljuk be, ez igaz. Vagy hogyha ti nem valljátok be, akkor majd én bevallom helyettetek. Ezek a turmixok nem szoktak jól kinézni. No, megmosom a málnát, illetve az avokádót félbevágom, egy kis citromlevet is csavarok bele, és nézzük, hogy mi lesz belőle. Öntök rá egy kis mandulatejet. Ennek az ízét is nagyon szeretem. Hogyha valakit érdekel, és az ilyen növényi tejek iránt érdeklődik, akkor az Alprónak a növényi tejei jóval intenzívebb ízűek, mint mondjuk a Joyának. Így, ha ez valakinél opció, meg szempont, akkor ajánlom, hogy így választhatok. De ez mindenhogy néz ki, csak jól nem. De nem baj, te hogy állsz hozzá? Bizakodó vagy? Igen? Jó neked, én nem. Na, nézzük meg! Színben szerintem jók vagyunk, mert ez az igazi mocsárzöld színe lett, ami kinek hogy tetszik. Olyan földi illata van. Öntsük ki egy pohárba, kap egy csini szívószálat, és akkor megkóstoljuk. Na nézzük! Nem mondom, hogy kedvencem lesz. Elég sem, hogy még egy banán hiányzik belőle. Szerintem. De amúgy nem rossz, tehát ezt úgy már meginnem, mert ennek benne van a gyümölcs íze, a málna például. Amúgy finom, ezt úgy eliszogatnám. Nem olyan tipikus zöld ízű. Nagyon savanyú, hogyha édeszerűek vagytok, akkor nem feltétlen. Ezzel a... Hogyha édeszerűek vagytok, akkor nem feltétlen ez lesz a kedvencetek. Viszont ha inkább a savanyú dolgokat szeretitek, akkor nagyon-nagyon fog ízleni. Illetve nyáron szerintem, hogyha a tej hideg, vagy még egy-két jégkockát beledobtok, akkor nagyon király ilyen kis frissítő. Nekem ízik. Készültem egy olyan ízzel is, amit, hogyha nem szeretitek túlzottan az édes ízvilágot, akkor is tudjátok fogyasztani. Egy kicsit savanykásabb, attól függ mondjuk milyen ananászt tesztek majd bele, de egy alapvetően savanykásabb ízvilágról van szó, és ezt pedig két termék inspirálta, az egyik az IKEA-nak a zöldalmás gyertyája, aminek nagyon jó illata van, imádom az IKEA-s gyertyákat, a másik pedig az előbb említett Labellino-nak a mentás változata, úgyhogy ez egy ilyen almás, mentás, nem narancsos, hanem ananászos. Tehát ilyen tulajdonképpen zöldet turmix lesz is. Nagyon jó, finom. Nagyon jó. A szőlőt leszedtem a fürtjéről, most már itt vannak, ezeket a présbe fogom belerakni, úgy, ahogy az almát is. Aki szereti az almának ezt a kis szemcsés állagát a turmixban, akkor a sima turmixba is bele lehet rakni. Én személy szerint nagyon nem csípem, úgyhogy ez is le lesz alma lévé turmixolva, illetve préselve. Úgyhogy az alma, illetve a szőlő megy bele a présbe. Azt hiszem ennyi, és azután már csak minden a turmixba. Ez nagyon finom, olyan, mint amikor a mama leszokta itt préselni az almát és hozzát almalevet. Na, ennek pont olyan íze van, bár ez nektek túl sok segítséget és tempontot nem nyújt, de olyan íze van. No, ez mehet bele a turmixba, nagyon finom, szőlővel nagyon-nagyon jó. Ez inkább egy ivólihez fog hasonlítani, mint egy sűrűbb turmixhoz, nem olyan lesz, mint az előző, hanem sokkal
vizesebb és sokkal-sokkal folyékonyabb. Most ehhez a préselt folyadékhoz jöhet is egy kis ananászlé. Azért jó a spenót, mert különösebben a baby spenót nincsen íze, viszont rengeteg vitamin tartalmaz, és nagyon jó a szervezetnek, úgyhogy ezért tök érdemes turmixokba használni, mert tényleg semmit nem érezni az ízéből. Csupán a jótékony hatásait. Egy kis lemmag. Ez nagyon jó fehérjeforrás, hogyha mondjuk vegetáriánusok vagytok, vagy vegánok, ez tök jó fehérjeforrás. Illetve ízesítésként még egy pár mentelevelet is belerakok, azért túl sokat nem, hogy ne legyen annyira erős és ilyen fokrém ízű, de hát azért nyárra ez szerintem nagyon jó hűsítő. Nagyon érdekes az illata. Az ananászlének van egy nagyon édes kis, nagyon markáns illata, és azt keveredik ezzel az almás szőlős illata, és nem tudom eldönteni, hogy tetszik-e vagy sem. Végeredményben ez is zöld lett, úgyhogy meglátjuk, hogy a második zöld turmix az mennyiben másabb, mint az első. Assza! A mentának nagyon-nagyon erős íze van, de valami iszonyú finom, és nagyon jól megy az ananásszal. Ez nekem nagyon ízlik. Tök jó, hogy nincs olyan nehéz állaga, tehát nem sűrű, tulajdonképpen egy ilyen ivoléről van szó, ami tele van vitaminokkal, nagyon sokféle zöldséggel és gyümölcsel. El is készültünk a 4 darab beauty, illetve lifestyle termék inspirált a turmixokkal. Vegyesek az érzelmek, a gyümölcsösök azok nagyon tetszenek mindenkinek, és az utolsó, vagyis hát időrendben utolsó, nem tudom videóban végül hogy lesz. Na mindegy, ez a kis sárga tetszett mindenkinek a legjobban. Nagyon-nagyon finom, úgyhogy ha van rá lehetőségetek, akkor mindenféleképpen próbáljátok ki. A zöldekkel pedig továbbra is barátkozunk, maradjunk ennyiben. Aki szereti a zöld turmixot, annak jó, mi annyira nem szeretjük. De egyébként nem lettek rosszak, és a málnás, áfonyás verzió is tök finom lett, úgyhogy nekünk mindenféleképpen íz lett, itt apuval, illetve nagybátyám is megkóstoltattam. Remélem, hogy nektek is tetszett, köszönöm, hogy itt voltatok velem, hogyha esetleg megcsináltátok, akkor töltsétek fel a fotót Instagramra, és jelöljetek meg a képen. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltatok velem, találkozunk meg közelebb is, addig is legyetek jó, puszi!